Első alkalommal, de a szervezők szándékai szerint egyáltalán nem utoljára szerveztek határkerülő kuntúrát Karcagon. A felújított szélmalmi fogadó ihlette a helyi történeti barangolás tartalmi részét. Itt Karcag város régmúltjába, határhasználatára tekintünk vissza, kicsit a gazdálkodás történetét járjuk közbe. Körbe, hogy hogyan változott meg a vízrendezés következtében, hogyan lett a legeltető nagyállattartásból a szántóföldi növénytermesztés az elsődleges a településünkön. A kuntúrára jelentkező kis létszámú csoportoknak 7 állomáson kell helytállniuk. A szélmalom udvara az egyik helyszín, a vágott halom, Zádorhíd, kilátótorony, ismét a szélmalom, és az utolsó állomás pedig szintén itt a szélmalmi fogadóház udvarán van. Kisebb társaságok, csoportok jelentkezését vártuk, illetve várjuk egész nap folyamatosan. Az állomásokon a régi akadályversenyhez hasonlóan tudásalapú, illetve játékos feladatok várják a résztvevőket, és itt értékeljük majd, itt összesítjük ezen a helyszínen a csoportoknak a teljesítményét. Megtudhatják azt, hogy hogyan használták régen a karcagi határt, hogy a szomszédos településekre, milyen kapcsolatban, gazdasági kapcsolatban voltunk, és a malom udvarán információt szerezhetünk a búzafeldolgozásról, kenyérsütésről is. A kuntúrát a tervek szerint jövőre is megtartják.